Szoboszlai Dominik ismét képben van az AC Milánnál. Már nem Erling Haaland a világ legértékesebb játékosa. Cristiano Ronaldo mellett másik két klasszisra is szemet vetett az Al-Nassr csapata. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tévén, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Ám mielőtt még elkezdenénk, szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és kattintsatok rá a csengőre is, hogy a videóink által első kézből értesülhessetek a foci világ aktuális és legfontosabb történéseiről. Az UEFA közzétette a legújabb koeficiens ranglistáját, amelynek élén jelenleg a Manchester City áll, megelőzve a második Bayern Münchent és a harmadik Liverpoolt, míg a Bajnokok Ligája címvédője, a Real Madrid csak a hatodik helyen található. A CBS értesülései szerint a szaúd-arábiai Al-Nassr már lefoglalt egy időpontot az egyik helyi klinikán a portugál világklasszis Cristiano Ronaldo orvosi vizsgálataira, akinél ha mindent rendben találnak, akkor 2025-ig szóló szerződést köthet a közel-keleti klubbal. Olasz sajtóhírek szerint a Liverpool mellett a Paris Saint-Germain is szeretné leigazolni a katari világbajnokság egyik nagy felfedezettjét, a marokkói középpályást Sofiane Amrabatot, akiért jelenlegi klubja a Fiorentina állítólag legalább 40 millió eurót szeretne kapni. A PSV Eindhoven előre haladott tárgyalásokat folytat a Moldéval a 23 éves kétszeres norvég válogatott támadó Ola Brinhilsen leigazolásáról, akit a Liverpoolnak eladott Cody Hakpó pótlására szemelt ki a holland alakulat. José Mourinho a hírek szerint visszautasította hazája labdarúgó szövetségének ajánlatát a válogatott szövetségi kapitányi posztjára. Az 59 esztendő szakvezető ugyanis szeretné kitölteni a 2024 nyaráig szóló szerződését olasz klubcsapatánál, az AS Románál. Továbbra sem nyugszanak a kedélyek a katari világbajnokságról sérülés miatt lemaradó Karim Benzema körül, akinek ügynöke a közösségi oldalán közzétett egy emeri felvételt, amelyből állítása szerint egyértelműen kiderül, hogy a 35 éves támadó sérülése közel sem volt annyira komoly, hogy haza kellett volna őt küldeni a tornáról. Benzema már a nyolcaddöntőben bevethető lett volna, 3 ortopédusnak is megmutattam az emeri vizsgálatok eredményeit, és mindannyian biztosítottak arról, hogy Karim már az egyenes kieséses szakaszban pályára léphetett volna Katarban, fakadt ki az Instagram oldalán a Real támadójának menedzsere. A Napoli megállapodott szlovák középpályásával, Stanislav Lobotkával a 2025-ig szóló szerződésének 2027-ig történő meghosszabbításáról, melynek értelmében a 28 éves játékos az eddigi évi nettó 2 millió euró helyett évi nettó 3 millió eurót fog keresni a dél-olasz klubnál. 12 év után távozott posztjáról a Paris Saint-Germain vezérigazgatója Jean-Claude Blanc, aki a jövőben az angol milliárdos Jim Radcliffe vállalatánál a francia élvonalbeli Nice együttesét is birtokló Ineosnál fog dolgozni. A Borussia Dortmund közel áll ahhoz, hogy megegyezzen a korábban többek közt a Stuttgartnál, a Hoffenheimnél, a Frankfurtnál és a Mönchengladbachnál is tevékenykedő, jelenleg munkanélküli Armin Reuterszánnal, akit a posztjáról egészségügyi problémákra hivatkozva nemrég lemondott másodedző Péter Hermann helyére szemelt ki a sárga-fekete alakulat. A Daily Mail értesülései szerint a Premier League-ben jelenleg a második helyen álló Newcastle United szeretne egy középső középpályást igazolni a januári transfer szezonban. A szarkák első számú kiszemeltje pedig az a Jorginho, akinek már csak fél év van hátra a szerződéséből a Chelsea-nél, amely emiatt fontolóra veheti az Európa-bajnok olasz játékos téli értékesítését. A Juventus leköszönő vezérigazgatója Maurizio Arrivabene egy tegnapi nyilatkozatában elárulta, hogy azért nem hosszabbították meg Paulo Dybala idényáron lejáró szerződését, mert túlzónak tartották az argentin támadó bérigényét, aki ráadásul csak hosszú távú megállapodást lett volna hajlandó aláírni. A Premier League-ben szereplő Fulham további egy évvel meghosszabbította 35 éves amerikai válogatott védőjének, a katari világbajnokságon is pályára lépett Tim Ream eredetileg 2023 nyaráig érvényes szerződését, így a tapasztalt játékos a következő szezonban is a londoni együttest fogja erősíteni. Az Ajax közös megegyezéssel szerződést bontott 32 éves holland válogatott védőjével, a korábban a Manchester Unitedban is megfordult Daley Blindel, akinek eredeti kontraktusa 2023 nyarán járt volna le a holland klubnál. A Leeds United bónuszokkal együtt 16 millió eurós ajánlatot készült tenni a Red Bull Salzburg osztrák válogatott középhátvédjéért és egyben csapatkapitányáért, Maximilian Wöberért. kiesett az élvonalból az elmúlt évek egyik legsikeresebb kínai csapata, a Guangzhou FC, amely 2011 és 2019 között összesen 8 alkalommal nyerte meg a kínai szuperligát, és amelyben korábban olyan sztárjátékosok szerepeltek, mint Robinho, Paulinho, Jackson Martinez vagy Alberto Gilardino. A kispadján pedig olyan edzők ültek, mint Marcello Lippi, Fabio Cannavaro és Luis Felipe Scolari. A neves együttes zuhanó repülése annak tudható be, hogy a klub tulajdonosa, az Evergrande nevű vállalat 2021-ben csődközeli helyzetbe került, amiből ugyan sikerült megmenekülnie, de ezt követően már nem tudott olyan összegeket investálni a csapatba, mint korábban. Az Andrés Iniestát is foglalkoztató japán Vissel Kobe csapata a hivatalos oldalán tudatta, hogy nem hosszabbítja meg a korábban többek közt a Barcelonában, a Rómában és a Milánban is megfordult spanyol támadó Bojan Krikić 2023. januárjában lejáró szerződését, aki tavaly nyáron igazolt az ázsiai klubhoz, amelyben 26 meccsen mindössze 1 gólra és 3 asszisztra volt képes. Cristiano Ronaldo után a fia, Cristiano Ronaldo Jr. is távozott a Manchester United-től. A 12 éves játékos ugyanis visszatér a Real Madridhoz, ahol az U14-es csapatban fog játszani. A Premier League 17. fordulójának keddi játéknapján a Chelsea és a Manchester United is sima győzelmet aratott hazai pályán. Előbbi együttes Kai Havertz és Mason Mount góljaival a Bournemouth-t verte 2-0-ra, véget vetve ezzel a 3 meccs óta tartó nyeretlenségi szériájának. Míg utóbbi a Nottingham Forest ellen diadalmaskodott 3-0-ra, mégpedig Marcus Rashford, Anthony Martial és Fred találatainak köszönhetően. A 24 pontos Chelsea jelenleg a 8., a 29 egységgel rendelkező Manchester United pedig az 5. helyen áll a tabellán, amit a 40 megszerzett pontjával továbbra is az Arsenal vezet. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvas exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A Transfermarkt napokban frissített adatai szerint ismét a Paris Saint-Germain francia támadója, Kylian Mbappé a legértékesebb labdarúgó a világon, aki a világbajnokságon nyújtott teljesítményének köszönhetően előzte vissza Erling Haalandot. A sokat idézett, megbízható adatbázissal rendelkező weboldal napjainkban az egyik legismertebb futballportál, és elsősorban az különbözteti meg a többi statisztikai oldaltól, hogy minden játékosnál meghatároz egy becsült piaci értéket. Ezeket nagyon sokan szokták idézni, és abból a szempontból valóban jól használható, hogy mivel minden futballistánál ugyanazokat a szempontokat veszi alapul, így valóban jelenthet valamiféle értékmérőt, de korán sem jelenti azt, hogy az adott futballistát majd annyiért fogják eladni vagy megvenni, amekkora összeg áll mellette a portálon. Már csak azért sem, mert ezt a becsült összeget a honlap szerkesztői az oldal felhasználói közösségének véleménye alapján határozzák meg, figyelembe véve rengeteg szempont mellett természetesen a játékos teljesítményét, életkorát, egészségi állapotát, a bajnokságának értékét és eredményességét. Az elmúlt hónapban a világbajnokság volt a legfontosabb esemény, hiszen a topligák szünetet tartottak, így a legfrissebb módosítások érthető módon a VB-n jól szerepelt játékosok értékét növelte, és ennek köszönhető a változás az első helyen. Mivel a norvég válogatott nem volt ott Katarban, így Haaland sehol sem játszott, az értékesen változott, ellentétben a világbajnokságon csúcs teljesítmény nyújtó, a 8 találatával a torna gólkirályi címét is begyűjtő Mbappéval. Neki ugyanis az eddigi 160 millió eurós piaci értékéhez a Transfermarktnál hozzácsaptak még 20 milliót, és ezzel megelőzte a továbbra is 170 millió euróra taksált Haalandot, aki egyébként még november elején kapta ezt az értéket a portáltól, vagyis a Manchester City norvég klasszisa közel 2 hónapig valhatta csak magát a világ legértékesebb játékosának. Az élmezőnyben egyébként még a Dortmund angol válogatott középpályása, az immár 110 millió euróra taksált Jude Bellingham, az Arsenal 100 millió euróra értékelt támadója Bukayo Saka és a Real Madrid francia játékosa, a 90 millió euróra becsült Aurélien Tchouaméni ugrott feljebb, mind a hármuknál 10 millió eurós értéknövekedést jelentett a világbajnokságon mutatott jó játék. Mai kérdésünk pedig ehhez a témához kapcsolódik. Szerintetek Mbappé vagy Haaland a jobb játékos? Írjátok meg a véleményeteket a videó alatt kommentben. A francia Footmercato nevű portál úgy tudja, hogy a szaudi Al-Nassr nem csak Cristiano Ronaldót, hanem N'Golo Kantét is szeretné megszerezni, igaz, ő csak jövő nyáron. Az elmúlt hetekben rengeteg híresztelést lehetett arról hallani, és mi is beszámoltunk róla, hogy a portugál szupersztár elképesztő ajánlatot kapott a közel-keletről. A Manchester United-del kevéssel a világbajnokság előtt szerződést bontott Ronaldónak a szaudi Al-Nassr évi 200 millió eurós fizetést kínál. Mivel Cristianónak a jelek szerint nem nagyon van más ajánlata Európából, így a legtöbb forrás megegyezik abban, hogy valóban Szaúd-Arábiában folytatja pályafutását, most pedig a Footmercato arról írt, hogy a nyáron egy újabb sztárjátékos csatlakozhat hozzá Kanté személyében. A francia középpályás nagyon sokáig a világ egyik, hanem a legjobb védekező középpályásának számított. 2018-ban nagy szerepe volt abban, hogy Franciaország megnyerte a világbajnokságot, és a Chelsea-ben is hétről hétre kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Az elmúlt években azonban egyre több mérkőzést volt kénytelen kihagyni sérülés miatt. Igaz, amikor a csapat rendelkezésére állt, akkor továbbra is kiválóan futballozott. A Chelsea 2020-as Bajnokok Ligája győzelméhez is jelentősen hozzájárult, aminek köszönhetően például még a 2021-es aranylabda szavazáson is az 5. helyen végzett, éppen Ronaldo előtt. A mostani idényben azonban csak az első két fordulóban szerepelt, majd ezt követően combsérülés szenvedett, és emiatt ki kellett hagynia a katari világbajnokságot is. Így augusztus óta egyáltalán nem lépett pályára, és a legfrissebb hírek szerint a teljes felépülésére egészen jövő márciusig kell várni. Akkor pedig már csak 4 hónap lesz hátra a Chelsea-vel kötött szerződéséből, ami 2023. júliusáig érvényes, és az előbb elhangzottak fényében maximálisan érthető, hogy a londoniak nem feltétlenül szeretnének hosszabbítani vele, legalábbis nem olyan feltételekkel, amilyenekre Kanté vágyik. Mindezek alapján egyre nagyobb a valószínűsége, hogy az idény végeztével távozik a Stamford Bridge-ről, mégpedig transferdíj nélkül, és mivel márciusban még mindig csak 32 esztendős lesz, ingyen igazolásként akár néhány sztárklub számára is érdekes lehet. Lapértesülések szerint a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona is érdeklődik a megszerzése iránt, Kanté pedig maga is szívesen futballozna a Katalán Egyesületnél, azonban a Barca óvatosságból ki akarja várni, hogy a középpályás valóban teljesen felépül-e, és csak akkor kínálna neki kontraktust, ha képes visszanyerni korábbi formáját. Ez egyelőre még a jövő zenéje, de a Footmercato szerint az Al-Nassr is szívesen leigazolná Kantét jövő nyáron, márpedig a szaudiaknál a pénz aligha jelentene problémát. A kérdés inkább az, hogy a középpályás érezze még magában annyi erőt, hogy továbbra is komoly szinten futballozzon. Az Al-Nassr egyébként jelenleg vezeti hazája pontvadászatát, és ha aranyérmet nyer, akkor jövőre indulhat az Ázsiai Bajnokok Ligájában. A jelenleg a francia Rudi Garcia által irányított csapatnál minden esetre Kanté, de még Ronaldo megszerzéséhez is el kell küldeni egy-két légióst, mert a szaudi liga szabályai szerint a keretben csak 8 külföldi lehet, és a csapat jelenleg éppen ennyivel rendelkezik. Köztük van például a világbajnokságon is látott kameruni csatár Vincent Aboubakar, vagy az egykoron az Arsenalban és a Napoliban is megfordult kolumbiai kapus David Ospina. A Goal.com angol kiadása egyébként hétfőn arról számolt be, hogy Ronaldo és Kanté mellett a Tottenham Hotspurt erősítő Harry Kane is képben van a szaudi klubnál, ám az ereje teljében lévő 29 éves angol klasszist egyelőre még biztosan nem érdekli a közel-keleti kaland, már csak azért sem, mert addig alig akar elmenni levezetni, amíg nem nyer valamilyen fontosabb trófeát Európában. Az olasz Calciomercato nevű portál szerint az AC Milánnál újra képbe kerülhet a magyar válogatott kiválósága, Szoboszlai Dominik, aki 2020 nyarán egyszer már nagyon közel állt ahhoz, hogy a piros-fekete klubhoz igazoljon. A középpályás akkor végül azért nem lett a rosszonéri játékosa, mert meghiúsult az ő leigazolását szorgalmazó német szakember Ralf Rangnick vezetőedzővé való kinevezése a Milánnál, amely inkább szerződést hosszabbított Stefano Piolival, az olasz tréner számára pedig nem jelentett prioritást Szoboszlai szerződtetése. Így aztán a magyar játékos maradt akkori csapatában, a Red Bull Salzburgban, majd néhány hónappal később, egészen pontosan 2021. januárjában 22 millió euró ellenében az RB Leipzighez igazolt, ahol a kezdeti nehézségek után ebben a szezonban már képességeihez méltóan teljesít, sőt, minden túlzás nélkül állítható, hogy csapata egyik legjobbjának számít. A Milan pedig végül a belga Charles de Ketelárét igazolta le a támadó középpályás pozícióba, aki idén nyáron érkezett a Lombard együtteshez, amely a saját szintjéhez mérten meglehetősen sokat, 32 millió eurót fizetett érte, ám a 21 éves tehetség eddig jóval a várakozások alatt teljesít új csapatában. Az egy dolog, hogy 18 tétmeccsen pályára lépve gólt eddig még nem szerzett a Milánban, és gólpassza is csupán egy van, de a kezdőcsapatban sem sikerült megvetnie a lábát. A bajnokságban például mindössze 5 olyan meccse volt, amelyeken már a kezdősípszókor ott lehetett a pályán. Mert hogy Stefano Pioli inkább a spanyol Brahim Diaz-t favorizálja a trekvártista poszton, aki ugyan valamivel jobb teljesítmény nyújt a belgánál, de az ő formája is meglehetősen ingadozó. Ráadásul ő csak kölcsönben van a Milánnál, a játékjogát ugyanis a Real Madrid birtokolja, amely a pletykák szerint azt tervezi, hogy 2023 nyarán visszarendeli a klubhoz a 23 éves futballistát. Vagyis a rosszonéri, de kételáre gyenge formája és Brahim Diaz esetleges távozása miatt jövő nyáron arra kényszerülhet, hogy igazoljon egy új támadó középpályást, mégpedig olyas valakit, aki rögtön erősítést jelenthet a csapat számára. Ennek megfelelően a Milánt az elmúlt időszakban több támadó felfogású játékossal is kapcsolatba hozta az olasz sportsajtó. A La Gazzetta dello Sport például úgy tudja, hogy a Chelsea-ben szereplő Hakim Ziyech és az AS Romát erősítő Nicolò Zaniolo is ott van a klub kiszemeltjei között. A Calciomercato nevű olasz portál pedig tegnap arról írt, hogy Szoboszlai Dominik neve is előkelő helyen áll Paolo Maldiniék támadó középpályásokat tartalmazó kívánság listáján. Az említett oldal szerint a magyar játékos azért is lenne remek fogás a lombard klub számára, mert rendkívül sokoldalú, hiszen középső középpályásként és a bal szélen is képes játszani. A megszerzését ugyanakkor alaposan megnehezítheti, hogy a német sajtó szerint Szoboszlai szerződésében 60 millió euró körüli kivásárlási záradék van rögzítve. Ennyit ugyanis a Milán biztosan nem tud érte fizetni. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.